A BKK által kiírt trolibusz járműbeszerzés negyedik ütem elnevezésű nyílt tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2025 és 2027 között esedékes. Összesen 160 kisegítő akkumulátoros, önjáró, csuklós és szóló trolibusz beszerzéséről szól. Az Ikarusz a piacvezető Jutonggal kötött együttműködési megállapodást, így a konzorciumi partnerség lehetővé teszi, hogy sikeres pályázat esetén a két buszgyártó együtt valósítsa meg a projektet. Akiről most beszélünk, az nem csak a világ legjobb ilyen jellegű járműveit gyártja, mind minőségre, mind megbízhatóságra, mind hatótávolságra, hanem a legnagyobb piaci szereplővé is vált. Tehát a globális piaci részesedése több mint 10%, és ezt akarjuk kombinálni az Ikarusz 130 éves múltjával. A vezérigazgató hozzátette, egyértelmű volt a lépés, hogy a budapesti vagy egyéb európai igényeket egy európai gyártó és egy globális piacvezető technológiáját ötvözve próbálják kielégíteni. A regisztrációt már be is adták. Mi szeretnénk mindenképpen minimum 25%-os hozzáadott értékkel hozzájárulni ezekhez a járművekhez. Arra törekszünk, hogy ez akár magasabb is legyen. Egyébként az Európai Uniós tenderek egyre inkább 10-től fölfelé, de nem egy helyen már 50%-os hozzáadott értéket is előírnak. Úgyhogy valószínű, hogy ez egy tendencia lesz a jövőben is. Itt most szeretnénk egy minimum 25%-os hozzáadott értékkel indulni. A vezérigazgató hozzátette, a Jutongtól megérkezik a bázis, a hajtáslánca a busznak, ez a 75%-a a teljes hozzáadott értéknek. Az Ikarusz pedig hozzáadja például az ajtóműködtetési rendszert, az ajtót, utastájékoztató, fedélzeti megfigyelési rendszert, felépítményszoftvert, üléseket, padlózást, oldal- és szélvédő üvegeknek a beépítését. A tender győztese egy-két hónapon belül kiderül.